Reggeli füstelek Afrikából. Sziasztok! Most valamiről fogok beszélni, ami engem megérintett. Itt vagyok a Namangában, Tanzániában, ebben az iskolában, Trinidaden, amit támogatunk. És itt valami megfogott engem, ahogy a gyerekek annyira közelednek hozzám. Látjátok, megmutatnak, hogy mit tanulnak, büszke, közvetlenek, őszinték. Yes, very good. És megnéztem ezek a gyerekeknek a szemeiben. Valami sugárzik bennük. És nem tudtam, milyen szépek ezek a gyerekek. Ezek a gyerekek azért szépek, mert nem azért, mert a kinezetük a szép, hanem a szépségük a szemükben rejlik. És a szem sok minden elárul és mutat. És amikor megszületik egy baba, miért szeretjük mindenünk egy babát? Nem azért, mert a baba olyan gyönyörű, olyan jó kinezete, nem azért, mert a szürke a haja, vagy göndör, vagy bármi, hanem azért szép az a baba, mert sugárzik belőle a tisztesség, az őszintesség, az ártatlanság. És ha megnézettek ezek a gyerekek szemükben, az ártatlanság, az őszintesség, a tisztesség sugárzik. És azért szeretjük őket. Közeledek hozzá őszintén, de ha akarnak zárkozni, akkor őszintén fognak zárkozni. Nem játszák. Olyan jó lenne mindannyiunk felnőttként is, ha őszintek lennénk, mint a gyerekek. És nem hiába, hogy Jézus meg a Biblia tanítás azt mondja, hogy a gyerekek épp a mennyek országa. Mert őszintén Isten akarja látni az őszinte embereket a mennyben, a tiszta emberek a mennyben, az ártatlan emberek a mennyben. Olyanok, mint a gyerekek.